Köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, mai vendégünk pedig dr. Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! Irakról fogunk beszélgetni, ahol egy hónappal ezelőtt előrehozott választások zajlottak, és most már talán eltelt annyi idő, hogy akkor lehessen értékelni. Kezdjük talán ott, hogy milyen eredményeket hozott ez az előrehozott választás. Az előrehozott választás részben nagy meglepetéseket hozott. Ugye, amiben nem hozott meglepetést, az az volt, hogy a részvétel alacsony volt, történelmi alacsony, történelmi, nem tudom, mélységű volt, abban az értelemben, hogy 42% körül volt a részvételi arány. Ezt csak azért szoktuk nagyon hangsúlyozni, mert ugye Irak az egy a Közel-Keleten, az arab országhoz képest mindenképpen egy működő demokrácia, és ugye nagyon fontos, hogy az emberek ezt mennyire érzik maguknak. Azt azonban mindig én árnyalni szoktam, hogy ez a 42% ugyan nagyon alacsony, történelmi alacsony, de hogy azért csak 1-2%-kal marad el az utolsó választási részvételtől, ami 2018-ban volt, ami azt jelenti, hogy azért ez a süllyedés, ami 2005 óta tart, ez azért most megállt, tehát ezt még nem tudjuk, hogy lehet értelmezni, de lehet úgy is értelmezni, hogy igazából. Viszont megállt. Azt is gondolhatnánk, hogy Irakban, ahol végre kivívták a demokráciát, mindenki nagyon örül, hogy mehet szavazni, és ott pont, hogy ilyen rekordmagas részvételnek kéne lennie. Mondhatnánk is, ugye, ha kivívták volna a demokráciát, és nem elhozták volna a számukra, de mivel elhozták a számukra, ugye ezért hát ezzel a demokráciával kell tudni élni, és hát azt hozzá kell tenni, hogy azért az iraki társadalom egy jó része nagyon csalódott azzal, amit ők demokráciával azonosítanak, azért fogalmazok így, mert ugye az elmúlt, nem is tudom, 16 éve, 2005 óta, 2005-ben tartották az első választást, ugye azóta az iraki politikai elit, akit demokratikusan megválasztottak az irakiak, az iraki politikai elitnek a teljesítménye folyamatosan degradálja a közállapotokat Irakban, korrupció, nepotizmus, a gazdaság fejlődésképtelensége, az elektromos problémák, ugye, ami nagyon foglalkoztatja az irakiakat, megoldatlanság az, hogy nyáron nincs elég áram az országban, gyakoriak az államkimaradások, leolvadnak a hűtők, a légkondicionálók működésképtelensége miatt megfőnek az emberek, természetesen idézőjelbe. Vízhiány van, egyre erősödő vízhiány van, miközben ugye az ország a világ kőolajkészleteinek egy jelentős részén ül, szem Irak a világ ötödik legnagyobb olajexportőre, tehát elvileg az országban vannak jelentős források, sok pénze van az országnak, de ezeknek a felhasználása valahogy nem emeli, javítja a közállapotokat, és ez a frusztráltság az, ami az irakiakat egyre inkább elégedetlenné teszi. Részben ez vezetett, ugye ez egy előrehozott választás volt, aminek ugye az volt az oka, hogy 2019-ben, 18-ban választások voltak, de 19-ben az emberek, nem is az emberek általában, hanem a fiatalok Dél-Irakban, tehát a síta többség, aki a kormány többséget alkotja 2005 óta, ezek a fiatalok mentek ki az utcára tiltakozni, és végül is békés eszközökkel érték el a kormány bukását, ennek a politikai elitnek akkor ott a bukását, és érték el azt, hogy új választásokat írnak, amit ugye most történt meg, amiről beszélünk. Mielőtt még erről beszélnénk, az érdekelne, hogy itt említette az életszínvonalat és egyebek, azaz amerikaiak bevonulása előtt ezek a problémák nem voltak, meg jobb volt az életszínvonal? Nem volt jobb az életszínvonal, mert az ország 1990 és 2003 között ENSZ szankciók alatt állt, és ezek az ENSZ szankciók egy ideig például betiltották az országnak, vagy hát a nemzetközi közösségnek tiltották meg az iraki kőolaj vásárlását, amitől ugye az ország csak vegetálni tudott, ami az életszínvonal jelentős csökkenéséhez, az infrastruktúra idézővetett összeomlásához vezetett, tehát nem összeomlott az infrastruktúra, csak nem tudtak semmire költeni, az úthálózat, elektromos hálózat, vízhálózat, gyakorlatilag iskolahálózat tekintetében, és ezért ugye 2003-ban nagyon nagyok voltak a remények az irakiek részéről, hogy ez utána jobb lesz. De gyakorlatilag majdnem azt mondom, elnézést, hogy mindegy, hogy milyen volt 2003 előtt,
mert az irakiak többsége az 2003 után született. Tehát most, ha jól emlékszem, akkor talán a lakosság 60-70%-a 25 évnél fiatalabb. Hűha. Ami azt jelenti, hogy csak annyit tudnak irakról, amit a szüleik mesélnek nekik, és ugye ott is megfigyelhető ugyanaz, ami akár Magyarországon is, hogy az emberek egy részének a Kádár rendszer iránt vannak szép emlékei, mert úgyhogy az nem régen is éltek volt. Akkor. Úgyhogy nem is éltek ott, de azok is, akik régen a Kádár rendszerben még éltek, azok a személyes élményeiket úgy fordítják le, hogy de hát régen biztonság volt, és ez Irakra nagyon igaz. Régen rend volt, és ez Irakra nagyon igaz, hiszen egy diktatúra volt. Úgyhogy az iraki fiatalok között, de még az iraki kurd fiatalok között is találunk olyanokat, akik szimpatizálnak azzal, hogy régen Saddam Hussein alatt milyen jó volt. No, a mostani választási kampányban melyek voltak azok a fő erők, akik versengtek egymással, és milyen témák voltak azok, amelyek meghatározták a kampányt? Ugye abból a szempontból volt érdekes az iraki választás, és ebből a szempontból volt más, mint az összes korábbi iraki választás, hogy egyrészt összecsaptak azok az iraki politikai erők, akik 2005 óta betélkednek egymással, és akikhez az ország romlását társítják az irakiak. De ugye ennek mégis mindig őket választották meg. És ezek mellett, a politikai erők mellett, amelyek között vannak kurdok, vannak síita arabok, vannak szunita arabok, ezek mellé zárkóztak fel, vagy jelentek meg olyan iraki politikus jelöltek, akik a 2019-ben indult tiltakozás hullámból nőttek ki. Mondhatnám, hogy ők voltak a momentumosok az iraki szélen, de azért persze egy erős túlzás, de abban az értelemben talán segít megérteni, hogy ezek olyan fiatalok voltak, akiknek nem volt korábban politikai előélete, nem is érdekelte őket a politika, passzívak voltak, de 2019-ben, amikor fiatalok tízezrei mentek ki tüntetni, kiemelt olyan csoportokat, akik aztán megszerveződtek, van, aki politikai párttá is tudott szerveződni, van, aki csak egyénileg próbált elindulni a választásokon, és ezek közül most a mostani választásokon becslések szerint egy olyan 40-50 személy az, aki bejutott a parlament. Ugye az iraki parlament 329 fős, abból, ha jól emlékszem, 5 fő van a kisebbségeknek fenntartva, tehát akkor 324 főért vetélkednek a pártok, és az, hogy 40 fő, tehát több mint 10% az ezekből a független jelöltek közül került ki, akik elutasítják az elmúlt 25 év, bocsánat, rosszul mondom, az elmúlt 18 év politikáját, elutasítják a politikai pártoknak azt a korrupt működését, ami jellemzi a működésüket, és olyan ügyeket tudnak majd ezentúl képviselni, vagy felvetni, hogyha nem ölik meg őket, vagy nem félemlítik meg őket. A munkájuk során akkor, amelyekre idáig nem volt példa, tehát ez mindenképpen egy új hang lesznek az iraki parlamentben. A tiltakozók nem csak azt érték el 2019 során, hogy előrehozott választásokat írjanak ki, hanem azt is, hogy megbukjon ugye a kormányfő, aki helyett az új, az írtak-e választásokat, illetve hogy átírják az iraki választási törvényt. Ez kicsit ilyen obskurus téma, de azért említem csak meg, mert ezt tette lehetővé, hogy egyéni képviselők is induljanak, tehát hogy ilyen jelöltek is, akik mögött nincs politikai háttér, akik mögött nincs politikai párt, akik mögött nincs elsikasztott milliók, azok is tudjanak egyéni jelöltként indulni a választásokon. Ha nem változtatják meg a választási törvényt 19-ben, akkor ezek most nem tudtak volna. Én ugyanazok a pártok indultak volna, ugyanazok nyertek volna. Mert ez az iraki demokrácia az is jellemzi, hogy vannak erős pártvezetők, mögéjük van az ő karizmájukra építve egy párt, aki a mindenféle minisztériumi közigazgatási helyekből hasznot húz, de a saját embereit ültetik be oda, azokon keresztül korrupciós pénzekhez jut, és akkor ezeket a pénzeket részben magánvagyonnál alakítják, részben pedig finanszírozzák a politikai tevékenységüket, és akkor ugye a választások alkalmával például megvesztegetik a jelölteket. A másik jelöltet, vagy megfélemlítik a miliciáikon keresztül a másik jelöltet, vagy a híveiket tudják mozgosítani pénzzel.
Tehát ezeket utasítják el ezek az új politikai fiatalok. Van ez a Muhász-Hasan rendszer, így hívják, aminek az a lényege, hogy azok a pártok, amelyek kormányzati pozícióhoz jutnak, azok felosztják egymás között a minisztériumokat, az államtitkári helyeket, a főtisztviselői, kormánytisztviselői helyeket, és akkor azokon keresztül működtetik a saját korrupciós rendszerüket. Ezt utasítják el ezek az új fiatalok. És ezek az új generációs pártok milyen platformon keresztül kommunikáltak? Ugye amikor Irakra gondolunk, akkor mindig egy kicsit ilyen elmaradottabb társadalom képe jut eszünkbe, de hogy például itt is használják a sajtót, az internetet, a közösségi médiát? Abszolút használják, tehát ugye ezt már a 2011-es arab tavasz idején megfigyelhettük, hogy ugye a közel-kelet országaiban, az interneten, a Facebookon, a Twitteren, WhatsAppon keresztül szervezték meg magukat a fiatalok. Tehát ez Irakban is így van. Most ugye, amiben más volt ez a tüntetés sorozat, hogy ugye itt tényleg fizikailag is összegyűltek ez még pont a Covid idején kezdődött, ugye még külön érdekességet adott ennek az egésznek, de abszolút ugye van a pártoknak, ezek a nagy pártoknak megvannak a saját sajtóorgánumaik, mindenkinek van tévécsatornája, internetes oldal, ugye nyilván papírújságot ott se túl sokat olvasnak. Irakban az internet penetráció az olyan 50% körül van, kicsit a fölött, tehát azt jelenti, hogy az iraki fiatalok szerintem jelentős többsége használja az internetet. Ugye említettem, hogy a több mint 60%-uk az 25 év alatti. Tehát fületel az iraki társadalom. YouTube csatornák, közösségi média abszolút használják. Amikor a hatóságok fellépnek ezekkel a tüntetők ellen 2019-ben, akkor az egyik módszerük az épp az, hogy azokat az influencereket hajtják el, üldözik el, félemlítik meg, ölik meg, akik a saját közösségi média jelenlétükön keresztül tudnak hatni a közösségre. Ugye itt megint csak ennek az iraki demokráciának a sajátossága, hogy az a kormány maga nem lép fel, vagy nem mer fellépni erőszakkal a tüntetők ellen, hanem ezt a különböző síta milíciák teszik meg, amelyek ugye néhány évvel korábban még az iszlám ellen harcoltak, és ugyanezek a síta fiatalok a mellüket verve támogatták, vagy csatlakoztak ezekhez a síta milíciákhoz. Vannak olyan egyéni történeteink ebből a 2019-20-as időszakból, hogy milicisták, akik harcoltak az iszlám állam ellen Mosszulba 2017-ben, és megsebesültek, rokkantá váltak, veteránnak számítottak, leszereltek, hazatértek, és most kimentek 19-be tüntetni, és őket is lelőtték azok a milicisták, akik régen együtt harcoltak. Tehát akkor tulajdonképpen azért itt zajlik egy hivatalos és egy nem hivatalos államnak az építése Irakban. Így van. Ha nem is azt mondom, hogy az építése, de azt mondhatjuk, hogy van egy állam, egy hivatalos állam, aminek a kapacitásai, a képességei azért korlátozottak ahhoz képest, mint amit nyugaton mi hozzá vagyunk szokva, és emellett van egy már párhuzamos, hát államnak talán nem mondanám, de vannak párhuzamos struktúrák, ha szakirodalmi kifejezést használhatok, ezek a milíciák, amelyek egyszerre, egy milícia, amelynek a vezetői egyben politikusok, pártaik is vannak, a parlamenti képviselőhelyekkel rendelkeznek, a saját milíciáik részben iráni irányítása alatt Szíriában harcolnak, vagy Észak-Irakban látnak el rendvédelmi feladatokat az iraki rendőrség vagy a hadsereg helyett. Saját vállalataik vannak, határátkelő helyeket ők ellenőriznek, onnan önálló forrásokhoz jutnak. Abszolút. Tehát ezek abszolút az állam mellett. És ugye egy érdekes hír néhány héttel ezelőttről, hogy robbantásos merényletet kíséreltek meg az iraki miniszterelnök ellen. Az például lehet tudni, hogy ezek a síta milíciák tagjai voltak, vagy iráni befolyás alatt lévő valakik, vagy kik követték el ezt a merényletet? Mindjárt megválaszolom ezt a kérdést, amint csak tudom, csak azért nagyon jó, hogy felvetettem, mert ez már oda kapcsol minket az iraki választásokhoz, ami most az ideiglenes választásokhoz. És ezen az ideiglenes választáson nagy meglepetés született, nem csak azért, mert ezek a fiatalok független jelöltként bejutottak nagy számba, hanem azért is, mert ezek a síta milíciákból lett pártok jelentős vereséget szenvedtek.
18-ban, amikor az előző választás volt, ugye akkor épp csak túl vagyunk az iszlám állam vereségén, amiben ezek a síita milíciák nagy szerepet játszottak, és mindenki rajongott értük Dél-Irakban, ugye hát a szuniták féltek tőlük, a kurdok nem szeretik őket, de Dél-Irakban, ahol a síita többség van, az rajongott értük. Akkor azon a választáson ezek a síita pártok, a szavazatoknak, ha jól emlékszem, olyan 47, a mandátumok 47 mandátumot szereztek meg, ugye 324-ből, ezzel az egyik legnagyobb párttá váltak. A másik ilyen nagy párt az a Muqtada al-Sadr nevezetű, nem is tudom minek hívjam, ikonnak, hitszónoknak, vallási vezetőnek, aki 2003 óta a politikai rendszer része, ő mindig egy ilyen kicsit külön utas volt, ő egy kicsit távolabb, ő is síta, de ő kicsit távol tartja magát Irántól, az amerikaiakat nagyon utálja, ahogy a síta milicisták is nagyon utálják. Ő volt az, aki még azt hiszem ugyanannyi szavazatot szerzett. Tehát 2018-ban az Iránhoz közel álló síta miliciák 47, és ez a Szádr ugyanúgy nem mondjuk 47-48 szavazatot szerzett, és így koalíciós kormányt alakítottak, ugye egyikük se tudta eldönteni, hogy kialapítson pártot. Most 2021-ben Szádr a 40 akárhányból 73-ra növelte a mandátumainak a számát, és ezek a síta miliciáknak a pártjai meg a 47-ről azt hiszem 16-ra csökkent a mandátumaik számára, ami egy óriási pofon nekik is, meg Iránnak is, meg mindazoknak, akik azt hirdették, hogy itt Iránnak mekkora befolyása van, és hogy ezek a síta miliciák milyen veszélyesek, meg milyen erősek, ugye? És ez megint csak ennek a furcsa iraki demokráciának a sajátossága, hogy a választások most is tiszták voltak, az ENSZ megfigyelői ott voltak, talán az EU megfigyelői is ott voltak, tényleg még sose volt panasz igazából arra, hogy magát a választás menetét keményen befolyásolták volna, vagy manipulálták volna bárkik. Most is azt vélelmezzük, hogy a választások tiszták voltak, és valóban az iraki szavazók megbüntették azokat a síta miliciákat, akiket még 18-ban a kormányra emeltek, de akiket a 19-es tüntetők elleni fellépés miatt úgy tűnik, hogy megbüntettek. És ezek a miliciák a választások, az előrehozott választások óta folyamatosan tüntetnek Bagdadban, azért, hogy a választásokat elcsalták, mert az nem lehet, hogy ők ilyen kevés mandátumot és ilyen kevés szavazatot szerezzenek. És ezek a tüntetések sokszor erőszakosakká váltak, és azt vélelmezzük, és akkor ez a válasz a kérdésére, hogy az a dróntámadás, ugye ez egy dróntámadás volt, 3 drónt küldtek fel, vagy ilyen robbanószerrel felszerelt drónt küldtek a miniszterelnök rezidenciája fölé, ebből 2 lelőttek, a 3. az felrobbant az udvarban, kiégetett valami autót. Azt feltételezzük, hogy hát ezek a síta miliciák azok, akik ezzel a drónnal próbáltak üzenni, talán, vagy megölni akár az iraki miniszterelnök. Ugye a miniszterelnök az most már csak egy ideiglenes szereplő, abban az értelemben, hogy az ő mandátum azonnal megszűnik, amint a pártok új miniszterelnököt választanak. Persze van egy olyan opció, hogy ő lenne egy kompromisszumos jelöltként az új miniszterelnök is, de mindegy, szóval a síta miliciákról feltételezzük, hogy ők követték ezt a támadást, de hogy így pontosan mi lehetett a logika benne a büntetésen, vagy a figyelmeztetésen, vagy az elégedetlenség levezetésén túl, azt nem tudjuk. Miért fontos Iránnak egyébként ennyire Irak? Iránnak azért fontos Irak, egyrészt mert ez a legerősebb ország a szomszédságában, amelyikkel hagyományosan konfliktusa volt a megelőző évtizedekben. Törökország is egy fontos katonai erő a szomszédságban, de vele nincsenek ilyen konfliktusai. Azért is fontos Irak Irán számára, mert kulturálisan, történelmileg ez az ő befolyási terének egy további része, ugye itt is a lakosság többsége síta, ahogy Iránban is. Ezek a síták most ugye hatalmon vannak, bár ez egy erős túlzás, erős általánosítás ebben az értelemben, de hatalmon vannak ugye 2003 óta. Irak hatalmas kőolajkészletekkel rendelkezik, ugye szintén említettem már, és talán az is szerepet játszik ebben, hogy hát az Egyesült Államok befolyása ott van Irakban, és ugye Iránnak az a célja, hogy az egész közel-keletet, vagy a közel-kelet hozzá közeleső térségéből lehetőleg a
az amerikai befolyást megpróbálja visszaszorítani. Gyakorlatilag ez egész amerikai iráni konfliktus a Közel-Keleten arra vezethető vissza, hogy tényleg Irán az egy regionális hatalom, a katonai erejénél, a gazdasági elejénél, a lakosság méreténél, a pozíció földrajzi elhelyezkedésénél fogva, és hagyományosan, mióta modern nemzetállamok léteznek, azóta Irán szeretne a Perzsa-öböl térségének a domináns ereje lenni, miközben az Egyesült Államok is a Perzsa-öböl domináns politikai katonai ereje. És az Egyesült Államoknak még mindig fontos Irak. Ugye most láttuk az afganisztáni kivonulást, hogy mintha a súlypontját a Közel-Keletről azért áthelyezni máshova. Mi a helyzet Irakkal? Még mindig nagyon keményen tartják azért, és odafigyelnek, és próbálnak ott tényleges befolyást megtartani, vagy szerezni? Jól mondta, hogy tehát az amerikai érdeklődés azért csökken a Közel-Kelet iránt. Ez már Barack Obamával elkezdődött, és Donald Trump alatt is folytatódott, bármit is mondott. És Joe Biden alatt is, a mostani elnök alatt is folytatódik. Ez egy nagy geopolitikai átrendeződés, amit akkor szoktunk hallani, amikor azt halljuk mellette, hogy az Egyesült Államok a Kína felül érkező kihívások felé fordul, és ez nyilvánvalóan az erőforrásait abba a térségbe kell átcsoportosítania. Nem jelenti azt, hogy az összes helyi szövetségesét azonnal magára hagyja, és hogy megszünteti a katonai bázisait, és kivonja az összes katonáit, de mindezek lejátszódnak egy fokozatossággal, ami azt jelenti, hogy azért csökken a katonai jelenlét. Az Egyesült Államok nem tudja, nem is akarja megoldani az összes helyi szövetségesének az összes konfliktusát másokkal, tipikusan Iránnal. Van, amit azt mondja, hogy ezt oldjátok meg ti. De akkor Iránt az Amerika nem a saját maga szintjén lévő ellenfélnek tekinti, hanem inkább Irakkal tekinti egy súlycsoportnak. Hát nézd, ha így megnézzük az erőforrásokat, meg a létszámot, meg a méreteket, akkor Irak meg Irán az körülbelül két egyensúlyú partner, tehát két egyensúlyú regionális erő lehetne. De hát ugye ez így is volt a 70-es, 80-as, 60-as, 70-es, 80-as, még talán a 90-es években is, csak aztán az Egyesült Államok, ez az egyik regionális erőközpontot kipöckölte 2003-ba. És mivel bevezette ott a demokráciát, az ahhoz vezetett, hogy ez az Irak akkor részben átment egy ilyen iráni befolyás alá, azzal, hogy ugye a többségi síták alkotnak mindig kormányt, vagy ők mindig a legfőbb kormányerő, másrészt azzal, hogy Irakban ugye ezzel párhuzamosan egy polgárháború alakult ki, ami azt jelentette, hogy ott Irak, mint regionális szereplő, mint regionális erőközpont, amely fenyegeti a szomszédjait, megszűnt ilyenként funkcionálni. Ez részben jó az Egyesült Államoknak, mert most már csak egy ellenfele van ott, részben meg rossz, mert így legalább a korábban a két regionális erőközpontot, azok lekötötték egymást. Ugye Saddam Hussein, meg az iráni rezsim, de még az iráni iszlám forradalom előtt Reza Shah, Reza Pahlavi és a megelőző arab iraki arab rezsimek is lekötötték egymást. Tehát, hogy ezeknek a folyamatoknak sosincs mindig tisztán csak nyertese, meg csak vesztese. Most ugye a cél az, hogy az Egyesült Államok megpróbálja egy kicsit visszavonni magát. Ugye Irakban 2011-ben kivonta az összes katonáját, vagy 2010-ben kivonta az összes katonáját. Mikor 2014-ben vissza kellett térnie az iszlám állam előretörése miatt, akkor azt nagyon korlátozottan tette csak meg, tehát nem tudom, meg volt szabva, hogy csak maximum 5000 katona jelen lehet Irakba. Azoknak a nagy részét már Donald Trump elkezdte kivonni, és ez Joe Biden alatt sem változott meg. Az Egyesült Államok itt igazából ilyen diplomáciai, meg fejlesztési, meg regionális eszközökkel próbálja Irakot megakadályozni azt, hogy Irakban az iráni befolyás az teret nyerjen. De látjuk, hogy itt a legnagyobb kudarcot Irán nem az amerikai machinációk miatt szenvedte el, hanem azért, mert az iraki emberek kimentek szavazni 2019-ben, és azokat az iraki pártokat büntették meg, amelyek a legközelebb állnak Iránhoz. És ha úgy tetszik, ha ilyen big picture-t nézek, akkor hát ez az amerikai beavatkozásnak a sikere, mert 2003-ban elhozták a demokráciát. Na és akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy látja, mennyire lesz életképes a mostani kormánykoalíció, és milyen irányba mehet Irak a jövőben?
Szerintem Irak iránya, ez a könnyebb kérdés, Irak iránya nem változik, tehát továbbra is Irán törekszik arra, hogy minél nagyobb területen befolyása alatt tartsa, ami csak korlátozottan fog sikerülni. Irak megpróbál önálló szereplőként működni, az iraki kormányok ennek ellenére megpróbálnak kiegyensúlyozott kapcsolatokat fenntartani Szaúd-Arábiával, Törökországgal is, és az Egyesült Államokkal is. Tehát próbálnak egy ilyen iráni befolyás alatt minél önállóbb külpolitikát folytatni, minden függ attól, hogy mennyi lesz a kőolaj ára, hiszen az iraki bevételek 99%-a az ezer áll vagy bukik, ettől áll vagy bukik az iraki költségvetés, ettől lesz pénz importálni benzint, élelmiszert, szolgáltatásokat. Ha ez lecsökken, akkor ugye az iraki társadalom megint nagyon ideges lesz, és megint ki fog menni az utcára. Hogy ki fog kormányt alakítani, azt nem lehet megjósolni, hiába nyerte meg ez a Muqtada al-Sadr, meg a pártja a választásokat. Valószínűleg talán, hát nyilván azt kell mondjam, hogy valószínűleg ő fog kormányt alakítani, egy olyan politikus, aki szeretne egyenlő távolságot tartani Irántól is, meg az Egyesült Államoktól is. De ez abszolút nem biztos, hogy egy stabil kormányzáshoz fog vezetni, mert ha már említett kőolajárak például bezuhannak, azok most nagyon jól állnak az iraki költségvetés szempontjából, de ha azok bezuhannak, akkor az új iraki kormánynak is jelentősen be fog szűkülni a mozgástere. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Wagner Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk. Köszönöm szépen.